A PMFC Mátyás labdarúgó csapata az eddig nyeretlen Kecskemét együttesét fogadta az OTP Bank Liga 6. fordulójában. A péntek délutáni találkozón majd negyed órát kellett várni az első komolyabb helyzetre, ekkor Okoronkó passzát Grumics bólintott a kapura, Borszéki a gólvonalon fogta meg a játékszert. A folytatásban inkább a hazai csapat akarata érvényesült, a 39. percben Krejcsi járt legközelebb a gólszerzéshez, a rosszul sikerült lövésébe azonban Vaskó lépett bele. 0-0-as eredménnyel fordultak a csapatok. A második játék részben is a Pécs dominált, az átütő erő azonban hiányzott a csapat játékából. A piros-feketék kapufáig jutottak, Akasszú zörgette meg a keresztlicet a találkozó 69. percében. Majd a 83. percben jött a hideg zuhany, egy védelm hibát követően Balázs Zsolthoz került a labda, aki elment Krejcsi mellett és a hosszú sarokba emelt. A vége előtt néhány perccel még Vitrédi egalizálhatta volna az eredményt, a kapás lövése azonban elkerülte a kaput. PMFC Mátyás, Kecskeméti TE 0-1.